Bízzuk a Szentlélekre. Amikor nagyon szabadkoztam az első kitüntetésemet, így megkaptam a Bíboros atyától, akkor Pista bátyónak, akit Marton Zsolt atya is nagyon jól ismer, egy nagybácsikám, és mondtam neki, hogy hát Pista, hogy kicsit szégyellem magam, hogy annyi nagyszerű ember, akire úgyis elfeledkeztek, és soha senki nem tüntette ki, még a hátba se veregették jutalmul. Én meg hát egy kis senki vagyok, és szóval, te ne magyarázkodj, Pista bácsi, egy hatalmat ember volt a nagybácsikám, szóval, te fogva a szádat, a legnagyobb kitüntetés az, amit az úrtól kaptál, meghívott téged, gitározol, énekelsz, kész, elintézett engem. Körülbelül így, ugye, ilyen egyéniség. És hát tényleg így van. Amikor Józsi rábeszélt, hogy kezdjük el, ő már megcsinálta Major Sándor atyával, gyönyörű könyvet, azt is olvastam, aztán Püspök atyával már 4 könyvük is megjelent, aztokat is olvastam. Tényleg hát mondtam, hogy Józsi, én nem vagyok ennyire érdekes. A felesége mondta neki, hogy a következő könyvet a Jenőről. Mondod, hát Józsi, nem, de hát azt mondja, úgy érzi, hogy érdemes lenni. És hát mondom, jó, hát ha valami kérdezzél, én mondom, de hát én nem tudom, hogy annyi minden történt az életemben. És hát megbeszéltük, hogy akkor jön, és január első hetében már telefonált is, ő egy precíz pasas, és jött, és megszerettem a Józsit nagyon tényleg. Amit kérdett, mondta, hogy ha mit nem akarsz, ne válaszol, mondom, mindegy, kérdezzél, és hát te tudod, hogy mi érdekes, és mi az, amit érdemes elmondani. Én szívesen mondom, ha tudok használni vele másoknak. És így indult el 3 hónapig, jó 3 hónapig beszélgettünk. Így született meg. Addigra megjött a második sztrókom, alig látta, de sokan imádkoztak értem is. Nagyon hálás vagyok Püspök atyának is, hogy felhívott a kórházba is. Imádkozok, érted? És hát olyan jó volt, hogy testvérek. És tényleg visszajött a látásom. Nem hittem volna, nagyon lelkileg nagyon megviselt, de aztán mire elindult az első ilyen könyvbemutató, a Szent István könyvét, addigra már nagyjából láttam. Igen, nem tudom, hogy mi érdekes egy ember életében, mai napig se tudom. Én mindig nagyon nagy örömmel állok oda, ha a testvéreim hívnak, és mondom a magamét, énekelek, mert valahol egy kicsit úgy éreztem nekem, mintha ez lenne a küldetésem, hogy itt elkezdtek hívogatni a környékbeli atyák. Annak idején még egyéves házasok, fiatal házasok voltunk Júlcsikámmal, és az ő családjuknak volt egy kis házikójuk itt Börzsönyligeten, és oda jártunk ki, innen ismertek meg a környékbeli fiatalok, akik arról aztán utólag kiderült, hát én azért egy pesti gyerek voltam, itt mindenki ismer, itt Nagymarostól kezdve, Felsőgödig itt a közben Verőcég, itt mindenki valahol ismeri a másikat, hát ez volt az a világ, és még nagyobb, tágabb körbe is, és akkor került ide egy csodálatos pap. Büntetésből talán küldték ide Major Sándor atyát, és láttuk azt, hogy hát ha ez az atya beenged minket a templomába, hát a többiek is már akkor egy kicsit úgy meghívtak egy-egy ilyen ifjúsági rendezvényre, de ő nagyon komolyan gondolta, hogy hát itt az egész közösségnek meghirdeti ezt, hogy jönnek ezek a fiatalok, gitároznak, énekelnek, aztán lehet őket kérdezni, hogy miért írtad, miért gondoltál, és nekünk beszélni kell a hitünkről. Ezt az akkori atyák biztattak, bátorítottak minket, pedig elképesztő fiatalok voltunk, de hát ez már a múlt, azóta már sok minden lefolyt a Dunán, és sok minden megváltozott, mert a történelem is a maga forgatókönyvét írta. Mindszenty Bíborost azon az őszön ebrudalták ki 71 őszén az országból, és itt biztos, hogy változni kell sok mindennek. Persze mi azt nem tudtuk akkor még, és a papjaink se tudták, és féltettek. Gyerekek, azért óvatosak lehetek. Ez Magyarország, itt nem lehet csak úgy jönni, menni és énekelgetni. De érdekesek voltak ezek a beszélgetések, persze később, ahogy visszajöttek. De itt hős papjaink voltak, akik közül már velünk együtt, ugye, vagy már picit előttük öregednek, de még nem vénülnek, mert még mindig csodálatos, amit tudnak tenni ezért az egyházért, ezért az országért. És hát én is úgy voltam, hogy hát ha van értelme, akkor adjak hálát az Úristennek, hogy én 50 éve írom a dalaimat, pedig én nem vagyok zenész. Ez valószínűleg a könyvből kiderül, aki elolvassa majd. Én csak hiszem valahol, mindig is úgy éreztem, hogy én Rudi barátom, igen, ő egy fantasztikus zeneakadémiát végzett, káprálatos zenész,
a gyerekeim közül is már hihetetlen képzett zenészek vannak sokan, Gergő fiam is többek közt, meg hát a zenésztársaim közt is nagyon. Én csak egy egyszerű kis gitáros pasas voltam, de valahol a szívemből írtam, és énekeltem, és mondtam a dolgokat, mert érdekelt a fiatalokat. Talán velük egy idős voltam, majd pár évvel idősebb, születtek a gyerekeink, hihetetlen élmény volt. Fiatalok voltunk, és valahol nem féltünk, mert ez a csodája az életnek, ez a jézusi pedagógia, ahogy azokat a fiatal tanítványokat, hogy sokszor elképzeltem magamba, persze ez egy nem teológiai tanás, ez egy elképzelés egy ilyen hívő fiatalemberről, hogy Jézus bátorította, biztatta őket és készítette föl, valahol minket is fölkészítettek a papjaink, bátorítottak, biztattak, erősítettek, mert ők voltak számunkra Jézus személyes képviselői, és mi hittünk nekik, és jó volt így élni. Az első dalokat is én nem úgy írtam, hogy én misét akarok érni, aztán elkezdtek hívogatni az atyák templomba misén is, de hát például érdekesek voltak ezek az első dalok, sokan félre is értették, és ebből lettek aztán még botrányok is, hogy például az első dalaim úgy születtek, hogy egy kórus, ahova feleségem, ahol együtt jártunk fiatalokként, és együtt énekeltünk, sok hasonló fiatala, Tóth József Karnagyúr, Miklós püspök atya jól ismerjét, és hát most szombaton lesz egy találkozónk, ő is már egy 80-valahány éves megöregedett, de még mindig akarja, hogy jöjjünk össze, néha énekeljünk. Hangom már nincs, hogy én tenorokat énekeljek ott, de megyünk, mert találkozni jó azokkal az emberekkel. És ő mondta, hogy figyeljetek, egy pályázatot hirdetett a kórusban. Tudjátok, mit jelent nektek a hitetek? Valamit. Ha valaki verseket ír, írjon egy verset. Ha valaki fest, meg rajzol, csináljon egy képet. Ha valaki dalt akar írni, írjon egy dalt. És hát mi lelkesedtünk ott fiatalok, hát ilyen 20 éves, volt, aki még csak 10, inkább 20 évesek voltunk már. És én gondolkodtam, hogy mit írjak. És hát én egy-egy ilyen kis dalocskám volt már, de nagyon véznák, gyengék. És hát abban az időben egy dalt írtam egyszer, van egy barátom, és hol van a szeretet címmel elénekeltem nekik, és tetszett nekik. És gondoltam, hogy hát én annyira szerettem ministrálni kölökkorom óta, meg most is olyan élmény, amikor éneklünk a kórussal, és dicsérjük az Urat, a szűzanyát, és stb. Stb. És mondom, hát én nekem olyan fontos a szentmise, akkor kiválasztottam a szentmise négy állandó részét, Uram, Irgalom, az dicsőség, Szentve, Isten már, és hogy mit jelentenek nekem ezek a mindennapi életemben? És elkezdtem gondolkodni visszamenőleg ifjú életemmel, és így jött, hogy nekem a kórus, a dicsőség az a kórus, mert dicsérhetem az Úristen. Ki tudná megmondani, mi lesz még az életemben? Kölök voltam, ahogy szokták mondani, de érdekes, hogy ma, amikor énekeljük, mindig elgondolkodom, hogy Jenő, gondoltál arra, hogy akkor mit én írtál egy dalt, ami aztán persze a kortársaimnak, feleségemnek is, meg a velem egyidős fiúknak, lányoknak borzasztóan tetszett, és együtt énekelgettük őket. Hát hadd énekeljem el ezt az 50 évvel ezelőtt született egyik dalomat, ki tudná megmondani, mi lesz még az életemben. Elneveztem persze alcímként Glória, vagy dicsőség, már nem is tudom, így volt valahogy. Minden köszönhetek,
mondhatnánk egy vacak kis dalocska, de azért abba, hogy ha visszagondoltok arra az időre, főleg akik a mi korosztályunk, akik akkor voltunk fiatalok, milyen világban éltünk. Azért az iskolában nem nagyon beszélgettünk a vallásos élményeinkről, még akkor is ezek ott voltak bennünk, de tudtuk, hogy hát Jenő, nem illik cibálni az oroszlán bajuszát, hogy szokták mondani az öregek. És hát azért sok minden más. Szóval mi azért másodon osztályú állampolgárok voltunk, nagyon jól tudtuk. És érdekes volt a másik, ami azokban a dalokban, és megmaradt ez az ének, mai napig is éneklik sokfele, nemrég hallottam, hogy az egyik pesti templomban, és szinte ezt állandóan éneklik a fiatalok. Nekem a Mária Rádos műsoromnak ez a szignálja, amit szinte évek óta csinálok. A másik kedvenc dal, amit azért 50 évvel is felcsendül, újra és újra hallom sokfele, és először hallottam úgy, hogy határon túli fiatalok, amikor jött a rendszerváltás, és jöttek erdélyi fiatalok, és én is utaztam Erdélybe, hogy hát ezt a Tiszi bácsik már tanították nekünk évekkel ezelőtt. A Sanctus, a szent vagy. Hogy mit jelent nekem akkor ilyen 20 éves fiatal emberként, még csak egy éve az esküvőm előtt voltam, hogy mit jelent nekem szent az Isten, és eszembe jutott édesanyám, nagymamámnak a hite, akik nagyon nehéz körülmények közt neveltek minket egy családi tragédia után. Ez is benne van a könyvből, nem szeretnék beszélni. De hogy nagymama emlékére igazán, egy kis idős öreg asszony, ha belegondolok, hát én most sokkal öregebb vagyok nagymamámnál, mint aki akkor volt, ez egy kis fekete ruhába, hogy jött, ment, tehát akkor ez volt az idős emberek. Kis kontyos fejével fogta a kezemet, botocskájára támaszkodva, másikkal az én kezemet fogta, jöntem mindenhova vele, és olyan jó volt, hogy volt valaki, akire anyám rábízhatott, aki átölelt, tanított, beszélt, esténként mellé bújtam, gyönyörű történeteket mondott, Dániel és három társa az égő kemencében, és így tovább, és Dávid hogy győzte le Góliátot, és nagyon ma egy igazi, a szent életük is öreg asszony volt, csodálatos. És hát úgy sokszor, egy akkor már fiatal emberként azért tudtam értékelni nagyanyámat. Előtte való éve vesztettem el talán, és gondoltam, hogy ahogy nagymama leültetett magának, kisfiam, ülj ide mellém, és figyelj, mesélek neked, beszélgetünk. És ő tanította arra, hogy szent az Isten. De ezt már majdnem szinte felnőtt fiatal voltam, amikor megfogalmaztam. És hát olyan érdekes volt, hogy persze aztán énekeltem a gyerekeimnek, ahogy már apa lettem, hát ez kiemelkedő volt ez az életemben ez az ének, úgy szerettem énekelni. Ráadásul nekünk egy lánynyal kezdődött az életünk, aztán fiúk születtek sarjába, kisfiam ülj ide mellém. De érdekes volt, hogy most, hogy félig még rossz szemmel a 9. Jól mondtam, unokámnak a keresztelője volt, káposztásmény templomba. Én ezen nem zenélhettem egyébként, a többiek, mindegyiken én is vittem a gitáromat, és hát a fiaim ott muzsikáltak, zenéltek, és a szentmisében, amiben a keresztelő volt, ott egy ilyen dalt is, betét dalt is beszoktunk az atyákkal megbeszélve illeszteni keresztelési szertartás közben, után valahol. És hát Gergő fiam egyszer csak elkezdte énekelni. Az én kis 9. unokám ott volt a keresztvízben, éppen kivették alóla, és Gergő fiam, hát az igazság, hogy elkezdtek potyogni a könnyeim, nem szégyellem 72 éves létemre. Így hullottak a könnyeim, és törölgettem, és mondtam, Uram, de jó, te szeretsz, hogy azok, amiket én beléjük ültettem feleségemmel, azok a szépségek, egyszerű kis dalocskákkal sokszor, meg hát a tanulságokkal, mert ők jöttek velünk mindenfele. De most köszönöm vissza, amikor az én legidősebb fiacskám, az ő 5. gyermekének a keresztelői mit választ egy éneket, amit ott elénekel, elimádkozik a kisfiáért. Hát ez volt ez a dal. Nagyon ismert lett, sokfele énekelték szintén, és egy kicsit olyan hálát adok az Úristennek ezekért, a régi énekekért, és egyszerű kis dalocskák. De milyen jó, hogy van ma is, akik hittel éneklik, adják tovább ezt a biztonságot, ezt a reményt. Szent az Isten!
Az a kis dalocska, kisfiam, ülj ide mellém, és hát azért hagyd mutassam be az én zenész barátomnak a legrégebb idő, Ótródi barátom, hát szinte még akadémiát végezte, amikor először összefutottunk, talán a Rózsák teré templomba voltunk, ott volt a betonatya akkor egy rövid ideig, ott szolgált, aztán elég sok helyet bejárt, tehát ez volt a atyákat, ezeket a jól dolgozó atyákat, mint állandóan turista útra küldték, hogy járja be az egyház megyét itt és ott is. Na mindegy, szóval olyan régi, hát ne is felnevelt, öt gyereket, csodálatos zenészeket neveltek. Zsolt barátom is, ő egy kicsit fiatalabb korosztály, 10 évvel fiatalabb legalább nálunk, majd kiszámoljuk pontosan egyszer. De sogorok lettünk, mert a feleségeink édes testvérek, az enyém az idősebbek közé tartozik a családjukba, az ővé a legkisebb, de hát ő viszont hűséges azóta is, mióta összeismerkedtünk, valami középiskolás kölök volt ő is, azóta is kitart. Azóta pedig már elég öreg úr, ő is elmúlt 50, igen. Hát én meg az én kis fiacskám, a Balázs, ő a harmadik nálunk. De a lényeg az, hogy a dalok valahol mindig összekötöttek, és olyan érdekes volt, hogy bármennyire is én egy gyönyörű kis ifjúsági kórusba, egy hagyományos, ez egy klasszikus értelme templomi kórusba, Kodály, Bárdos, Harmatartor és ezeknek a gyönyörű nagy egyházzenészeknek, Werner Alajos, személyesen is ismertem Werner Alajost, és Bárdos tanárral is találkoztam. Olyan élmények voltak, hát persze én egy kis senki voltam, én csak egy tátott szája néztem őket, de valahol, ha a zene szeretetét át lehetett adni, én, aki nem voltam tanult zenész, engem is elbűvölt az a csoda, ami a zenéből áradt. Gyönyörű egyház énekeinkből, és hát ezek persze van, ami sok száz éves, van, ami mai, a 20. századi művészek alkotásai, de minden kornak meg kell, hogy
fogalmazódjék a maga imádsága. És ez jó, hogy jött egy ilyen gitáros generáció, mint az enyém, és hát bátor atyák biztatására mertük írni a dalainkat. Érdekes volt, hogy az egyik legelső szintén az első év, akikkel így körbejártunk itt, ezeket a környékbeli srácok, akik ide valósiak voltak, kismaros, nagymarosi fiúk voltak, azok ajánlgatták, kivéve a Berőcén a Sebők Sándor atyát. Akkor volt ő is nagyon fiatal káplán lehetett, most 50 éves papi jubileumát ünnepelte, püspök atya megáldotta a hűséges szolgáját, és jó látni ezeket az öreg barátainkat, hogy kitartottak a szolgálatba, csodálatos ajándék ők az életük. Imádkozzunk az idős papjainkért is. De a lényeg az, hogy úgy, mikor ott énekeltünk, egy pár vacak kis dalocskán volt, és hát ugye mondta, hogy s Máriára van éneked? Hát mondom, nincs, de biztos, hogy lesz, mert hát én mégiscsak a Kármelita templom mellett nőttem fel. Nagymama Kármelita harmadrendi tag volt, egy nagyon mély imádságos, és édesanyám is, hát a Kármelita atyák tartották bennük a lelket, ott a sok-sok családi tragédia is. Az akkori a kommunista diktatúrának a rúgásai alatt nyomán, és ezek hűségesen kitartottak. És valahol ez a Mária tisztelet itt jött belém, és akkor, mikor ezt a Sándor atya úgy kicsit számon kérte, mondom, biztos, hogy lesz. De valahol igazából a nagymarosi ifjúsági hittanon ott éltem meg azt az a láglelkű, erősen kopaszodó, aszkétikus, sovány, fiatal pap, magas, vékony, Kerényi Lajos atya, sokan ismeritek biztos, mert akkor is ugyanúgy nézett ki, mint most öreg fejjel. És hát, amikor mondta, hogy na gyere, énekelj valamit nekünk, ott mondták a srácok, itt van ez a gitáros srác, mi csak beültünk ott Júcsival, kettesbe a feleségem, és énekeltünk egy-két ilyen nap. És ott éltettem én meg, hogy micsoda fantasztikus ez az ifjúsági, mert nekünk azért ott nem voltak ilyen lángoló ifjúsági hittanok. Én angyalföldön nőttem fel a béketéri templomba, ez a Kádárnak volt a birodalma, ahogy szokták mondani. Itt aztán nagyokat rúgtak az egyházunkba, a papjainkba, de hűségesen kitartottak. De a lényeg az, hogy azért ekkora ifjúság nem volt, ilyen lánglelkű ifjúsági hittanok nem voltak, és olyan élvezette hallgattuk az egészet, meg ahogy ezek a fiatalokon bátran jöttek, mentek, énekelj nekünk, és szóval olyan jó érzés volt, és ott, hogy milyen jó egy ilyen közegben. Mária jó anyánk, kérünk, hogy nézz le ránk, mert én azért látom a kortársaimban azt az egészen nagy csalódottságot, azt az elkeseredettséget, azt a kiültséget, azokat a megtört szeműeket, akiktől már sikerült elvenni a hitet, az erkölcsöket már azért, mi már annak a generációban nőttünk fel. Az a hippi korszak nagyon humoros volt, az a film is, nem tudom, mi volt, ahol állandóan a hippik betörtek, és akkor egy kicsit úgy szórakoztak azzal, hogy egy polgári családnak az ünnepséget, hogy jó tönkre tegyék, meg aztán ki hol tudott szabad szerelmet éppen megélni, akkor a gyepfüvén vagy a folyóparton. Ez egy nagyon menő film volt. Tetszett a magyar fiataloknak is, csak közben rohasztották le az életünket. Hát persze mi egy kicsit más világot éltünk, de ott született meg bennem ez az ének. Azóta is éneklem, még az utóbbi nagymarosokon is, amikor volt egy-egy szolgálatunk, ez az ének majdnem mindig megszólalt. Oh,
elfelejtettem mondani, hogy ha valaki ismeri ezeket az énekeket, bátran kapcsolódjon és énekelje velünk, mert hát nem az a lényeg, hogy most itt mi szerepeljünk, hanem hogy tényleg ez a pár ének, amit nagyon szívem szerint való, és Józsi barátom ezekkel kapcsolatban kérdezgetett érdeklőt, úgy látszik, ezt is számára ismerősök voltak az énekek. Hát ebben nőtt fel kisgyerekkora óta, édesanyja kislány volt, amikor mi ott elkezdtük Major Sanyi bácsi meghívására az énekeinket, és hát azóta ő is egy komoly édesapa lett, nekem megrendített az ő élete is, és örömmel beszélgettem vele, hogy megismertem, és láttam, hogy milyen nagyszerű ember ő. Na, hát nem véletlen Major Sándor, hogyha nevelt, aztán ilyen emberekkel barátkozott, mint a püspök atya. Nem véletlen, hogy az emberek ragadnak, igaz, Józsi? Én rám is úgy érzem, annyi nagyszerű pap nevelt, és hogy apám hiába nem volt, én mégis egy hihetetlen nagy kincset kaptam az Úristentől, sőt, még inkább gazdagabb lettem, mint hogyha szerencsétlen hit nélkül édesapám nevelt volna, vagy mellett nőttem volna fel. Na, a lényeg az, hogy elindultak ezek a találkozók, és hát főleg akik az idősebb korosztályból, akik hozták mind a püspök atya, és olvastam az életrajzában, hogy ő is, amikor ott a környékben ott szolgált, mindig hozták a fiatalokat Kismarosra, aztán Nagymarosra, és nem csak ő, hanem nagyon sok atya, és hihetetlen volt, hogy ebben a korszakban ez. Ez nem az emberek műve volt, a Szentlélek ajándéka. Persze a Szentlélek felhasznált mindig olyan nagyszerű papokat, mint a Major Sándor atya is volt, aki bátran nem félt, és merte vállalni ezeket, és a következményeit is. Hát, így volt aztán, hogy kiteljesedtek ezek az énekek, és akkor még kicsillett a kismarosi templom, mert én a mai napig is, ha bemegyek abba a kis templomba, és lehet, hogy püspök atya, te is úgy vagy vele, ha bemész oda néha. Hát uram, hát ez olyan pici templom, innen indulhatott, tehát itt alig férünk be, és végül mi lett belőle most, amikor meg a templomkertbe körülnézünk, még ebben a nyavajás rossz időben, és annyi fiatal jön, és olyan sok ezer fiatal, olyan csodája ez az Úrnak. Ezt maga az Úristen építette fel, ez a Szentlélek ajándéka. Kellettek hozzá nagyszerű papok, nagyszerű püspökök, és hát még néhány ilyen keszeg gitáros is, mint mi vagyunk, és sok-sok tanúságtevő fiatal, akik hozzák a hitüket, szolgálnak, és hát csodálatos ajándék. És a 15 éves évfordulóra, ez már egy komolyabb dal volt, a Duna mellett, akkor egy kicsit úgy visszatekintve az ember, akkor én már 4 gyerekes családapa voltam. És hát olyan jó volt úgy látni, visszatekinteni ezekre a dolgokra, és megköszönni, hálát adni az Istennek. Nem véletlen, hogy mindig egy hálaadás címén mindig születnek új imádságok, új énekek, mikor az ember le tud borulni és hálát adni az Úristennek. Ott énekeltem először ezt a Duna mellett című éneket, aztán ebből nagyon sokfele kedves, szép ének lett a mai napig is. Amikor aztán később a rendszerváltás után elkezdtünk mi is, lehetőségünk volt, hogy felvételeket készítsünk stúdióba, és kiadjuk őket, mondvá, hogy hát azért legyenek közkincsek ezek is, ne csak a szórakoztató ipar remegét hallassák, meg hát nem mondom, vannak szép énekek, de hát azért elég sok erkölcsileg, ahogy szokták mondani, katolikus szemmel nehezen elfogadható énekkel árasztják el a magyar ifjúságot. Próbáljuk meg mi is akkor a magunk is kiadványaival elvinni hozzák. És így született meg a Duna mellett című dalnak a felvétele is. Itt a Duna mellett. Én itt születtem Angyalföldön. Itt nőttem fel. Itt lakom Újpesten még ma is. Ide jártam szolgálatot végezni először Kismaros, Nagymaros és ezekben a gyönyörű kis falukba itt a Duna mellett. De jó volt. Hát kérünk, Szűzanya, ma is légy velünk, imádkozz értünk. Most a magyarok nagyasszonya hetében olyan jó ezt elénekelnél, imádkozni itt. Ifjúságom egy gyönyörű napján felcsendül egy dal a Duna partján. Azóta mindig összejövünk, azóta mindig együtt énekelünk. Hoztuk a múltunk a jelenünk, szebb legyen mindig az életünk. Imában, dalban egyek lettünk, és egy lett a szívünk, a lelkünk, mi énekelünk. Anyám, te mindig
később gondoltam el, hogy azért ez 86, és addigra már valami hihetetlen milyen tömegben jártunk. Már a Nagymarosi templom is kicsi volt, de fantasztikus volt. Még csak 3 év múlva lesz rendszerváltás. És mondom, hogy mégis milyen nagy hit volt bennünk, mert azért még mindig ijeszgettek néha minket. Feleségemmel azért már itt 4 gyereket nevelve átéltük azt, hogy nagyon oda kell figyelnünk rá, sok-sok nehézséggel megküzdve. De hát írták rólunk ezek a derék emberek, hát tudtuk, hogy a templom, meg a templom kert környéke tele van ezekkel a pribékekkel. De hogy eszembe nem jutott volna, hogy egy ilyen ének, az kommunista párt szemébe vörös posztó. De hát mit érdekelt engem? Nem érdekelt. Én boldogan énekeltem, és egészen extázisban voltam, mert mondták a barátom, a testvérem, zenésztársaim, a kis Kemeles Balázs barátom, és ott meghalt azóta már szegény, már előttünk elment, pedig fiatal nálam ez az élet. Úgyhogy hát te Jenő, milyen jó, hogy egy új dalt hozol néha, és akkor azt elénekled, akkor valami egészen érdekesen. És engem ez mindig inspirált, hogy igen, akkor keresd a szívedbe azt, amit meg kell énekelni. Hát így volt így az a kezdet kezdetén is. De hát akkor már közeledtünk valami felé, éreztük, hogy itt lesz váltás. És valahol egy óriási ajándék volt a mi életünkben, mert azért volt a fenyegetés, mindig mondták a Sanyi bácsi is, aztán a Zimonyi János atya is, amikor, hogy jöttek ezek a műemlékesek, és nagyon kíváncsiskodtak, és hát mentek a cirkuszok, azért mentek a Vívoros úrhoz, jelentgették őket, és próbálták, amit lehetett. De valahol mégis ment minden tovább. És nem azért, mert mi olyan ügyesek voltunk, de hogy is mi senkik voltunk, és a papjaink is hősök voltak, kiálltak. Hát ez a László Pater is hány évet lehúzott a börtönbe. De amikor meghívtuk Nagymarosra, akkor jött, és egy olyan előadást tartott Máriáról, a szűzanyáról, és valahogy ilyen volt, azon nevettünk, hogy ez úgy megmaradt mindig, hogy a názáreti Mariska néni így becézte az édesanyánkat, de járt neki, mert én megengedettem, ezt már ő megszenvedett érte ezért a szizanyáért, a regnum papjaként. És hát olyan sok szép élmény volt, amit mi gyűjtögettünk a szívünkbe, és erősített a hétköznapokon. És hát egyszer csak egyik napról a másikra hihetetlen volt. Most volt még a Szent Atya pápa választás, első János Pál néven. És egyszer csak jön a hír, szívünk valószínűleg szívproblémákkal meghalt a pápa, és újra összehívták a bíborosokat. És hát kóksoltunk, hallgattuk a Szabad Európát, meg a mit tudom én, miket, mik voltak ezek, mi volt a másik, ami... Amerika, igen. És hát egyszer csak jön egyik papbarátunk, de valami lesz. Szóval figyelj, kapcsoljuk már be izét, és akkor bekapcsoltuk, vagy a Vatikáni rádiót, nem tudom, szóval valamit, mert nagyon úgy néz ki, hogy itt valami lesz. És hallgattuk, és akkor mondják, hogy megválasztották az új pápát, Karol Wojtyla, ki ez a Karol Wojtyla, és hát akkor kezdték, és az atyák, akik úgy jártasak voltak, és megvoltak ezek a korábbi kapcsolatok, mi azért nem nagyon tudtuk, hogy ki ő, és ki ő. És akkor mondták, hogy egy lengyel, krakói bíboros püspök, és jaj, érsek, és fú, és hát persze ment egymás közt a lelkesítés, hogy te, ennek már nem lehet hazudni, ezek a komcsik mondhattak akármit, ezt már nem lehet átverni, hogy itt mekkora szabadság, meg milyen, mi van, meg milyen vallásszabadság van. Nem, ő átélte azt, hogy írtották ott is a lengyel párt, büdös kommunista párt, hogy jaj, gyereket nem elég mondani. Hogy írtották az egyházat, próbálták tönkretenni. Ott például a híres lengyel Wyszyński bíboros volt nekik, olyan, mint nekünk a Mindszenti. De hát szóval azért az atyák tudtak sok mindenről, és az elmeséltek nekünk, és borzasztó lelkesedtünk. És akkor írtam én egy kis dalocskát a föltámadt Krisztusról. Kovács Gábor atyának volt egy nagyon naív kis történet, mese, falusi gyerekeknek írt valami húsvéti misztériumjátékot. És odaadta, hogy hát kérdeztem, hogy nincs valami jó kis húsvéti téma, már keresztutat, akkor már megírtam azt a 14 stációst, az nagyon nagy sikere volt a fiatalok között. És hát azt mondja, hát nézd meg, hát, de hát ezt kisgyerekeknek írta, és nem nagyon tetszett. Úgy kicsit szétszedegettem egy-két dalbetét, viszont szenzációs volt. Ez kicsit egyiket, másikat úgy megszínezgettem, hozzátettem egy refrént, és akkor kialakult egy gyönyörű dal, és azt mondtam, hogy hát nekem most ez a
lengyel pápa, kicsit olyan, mint a föltámadt Krisztus, aki jön közénk, aki itt van, aki most megerősít minket. Valahol olyan reménység volt bennünk, persze ezt nagyszerű papjaink táplálták bennünk, de hát mi akkor már több gyerekes családként Julcsikámmal úgy éltük meg ezt, hogy azért egy biztonságot ad, mert azért elég bizonytalan volt. Én elmegyek egy ilyen találkozóra, hogy valahova meghívnak, hazajövök, mi lesz akkor a feleség? De hát persze tudtam, hogy egy olyan közösségnek vagyunk a tagjai, akik nem hagyták volna elő, de azért mégis más volt tudni, egy ilyen pápánk van most, aki majd virágos úton jön, mint Krisztus, vagy egész más. Aztán rájöttem azóta, hogy Jézus nem mindig virágos úton átjön, de azóta is kedvenc énekem. Néha a beteg ágyon, néha a kórházi ágyon jön felénk, néha össze vagyunk törve egy kicsit, de akkor is jön felénk, mert ő a föltámadt Krisztus, ő itt van velünk, él. És erről beszélni mindig mentem, és biztattam a fiatalokat, olyan jó volt, hogy honnan jöttek a számra a szavak, nem tudom. De hát én az élő egyházban voltam, ahol nagyszerű papok tanítottak minket, és nem a magam kútfejéből jöttek ezek, hanem ha én nem is végeztem teológiát, de egy élő egyházban nőttem fel, ami kincsekkel látott el minket. És hát akkor szóljon ez a dal, talán a legkedvesebb, legismertebb dalom. Örülök, hogy Józsinak is ez fontos volt, és ezért belekeverte a könyvbe, és arról sokat beszéltem talán, nem tudom már, majd kiderül, ha valaki elolvassa. Yeah.
az egyik legkedvesebb ének, amit megszületett a szívemben, és hát hiszem, hogy valahol a Szentlélek ajándéka volt ez, és rátaláltam erre a szövegrészre, és hogy megszületett bele egy ilyen bátorító, biztató imádság. Igen, érdekes volt, hogy ahogy teltek az évek, én egyre ismertebb lettem, olyan sokan kerestek meg az atyák, szolgálatot, gyertek énekelni hozzánk, fiataloknak kértek énekeket, vitték, terjesztették. És jó volt, szép volt így, élveztük az életet, és közben küzdöttünk a mindennapokba, de azért jöttek olyanok is, akik nem szerették ezt, és nagy fájdalom volt, amikor bizonyos egyházzenei körökben, hát úgy nem tudom miért, úgy érezték, hogy meg kell menteni az egyháznak, az ősi egyházzenét, és akkor pont én voltam egy ilyen legismertebb egyházzenész itt a ifjúsági zenével, és akkor hát egy elég ilyen megalázó cikk született, én még nagyon érzékeny lelkű ember voltam, így ilyen, de hát valószínűleg ezt az érzékeny lelkemet használta fel az Úr, hogy én gyorsan reagáltam, és úgy próbáltam átélni mindig a pillanatnyi helyzeteket, és így születtek talán az énekek a szívemben, a gondolatok, amiket a fiataloknak azt elmondtam. És hát nagyon összeroppant a szívem, és ott Újpesten volt, sokáig a Sebők Sándor atya, aztán oda került hozzám több Csongrádi és egyéb ilyen kanyargós utak után, hát ő is azok közé tartozók, akit a vándorotra küldött az Ájhel, de aztán visszakerült Újpestre. És aztán, amikor jött ez az újságcikk, ami úgy megalázó volt, és nagyon, hát tényleg fájó volt. Olyan, mint amikor az ember focizik, és a saját csapattársai rúgják föl, akasztják össze hátulról a bokáját. És tényleg én ennyire ártok az egyháznak, és panaszkodtam ott a atyáknak, akik ott voltak körülöttem, és hát mondtam, hogy most mit csinálják? És aztán a Sándor atya mondta, hogy hát ne viccelj rá. És akkor elvitt az akkori Váci püspök atya, ki volt az idős püspök akkor? Előtte. Bánkérsek úr, úgy a bánkérsek volt. Akkor éppen ő, és mondta Sándor, én elviszlek hozzá. Mondtam, hogy ha a püspököm is azt mondja, mert én a papok ti engedelmességet fogadtok a püspöknek, hát mondom, nekem is egy katolikus keresztény embernek, ha én komolyan veszem a hitemet, én akkor ne csináljak olyat az egyházban, ami nem jó, ami rossz, ami árt. És akkor elvitt a Sándor, Sebők Sanyi, nagyon jó, nagy barátok voltunk, és hát úgy szerettük, és óriási munkát végzett Újpesten. A Regnum az még mai napig is él ott. Igaz, hogy már mások, a fiatalabb generáció, jóval fiatalabb, újabb és újabb csoportok, de valahogy elvetett ott valamit nagyon szépet, családokat összefogta. És elmentünk, hát féltem, mi lesz, hogyha azt mondja a püspök, hogy Jenő, valóban ez így van, letenni a lantot, olyan, mint a kábítószerestől megmondja a kábítószert. De nem mondta, inkább mosolyogott, elmondta a szívem bánatát, legyintett, nem kell vele törődni, na, és akkor ennyi. Nem akart a Sándor atya tanulja, ha még emlékszik rá erre a látogatásra, de engem azóta is annyian bátorítottak püspök atyák, hálás vagyok. És a mai napig is Miklós püspök atya is sokszor bátorított engem, és az utána jövő püspök is azt hiszem, hogy nem fogja azt mondani, hogy Jenő, ez csúnya dolog, ne csinálj, és inkább még öreg fejjel is mindig meghívnak Nagymarosra, és van jó szolgálni egy kicsit. De a lényeg az, hogy volt egy másik megerősítés, és ez egy nagyon fontos volt. Sándor atya akkor hívott mindig hozzánk egy-egy vendéget, és volt egy nagyon kedves szociális testvér, Wagner Viktóriának hívták, ez a Viktória néni jött egyszer föl a mi házaspári csoportunkhoz egy ilyen esti beszélő, lakásonként jöttünk össze, és akkor hát Sándor biztos mesélt neki, hogy hát itt van ez a Jenő, és hát annyira szívére vette, hát ez egy olyan érzékeny lelkű fiatalember, akkor sem voltam nagyon fiatal, csak egy kicsit, de hogy akkor hozott egy képecskét, és azt mondja, a Szent Atya, az a második János Pál, ugye elkezdte a körutait, járt a fiatalok, a stadionnyi fiatalokat, és volt egy ilyen kis képecske, honnan került ez Viktória nővére, ezt nem tudjuk, nem is érdekelt, és ebben ott hagyta nekem. És azt mondta, hogy hoztam neked egy bátorító biztatást, a Szent Atya üzenetét, nekem a Szent Atya, hát én nagyon, hát ha ezt kimondja valaki, akkor én elájulok a gyönyörűségtől, a Szent Atya gondol rá. Azt mondja, hát egy fiataloknak mondta, egy stadionban ez volt, és aztán egy emléklapon ezt megörökítettek és osztogatták. Valahogy hogy került hozzá, azt nem mondta, nem is kérdeztem.
A világnak Krisztus kell. És ezt neked hoztam, mondja Viktor néni. Hát én mondom, azt tudom, hogy a világnak Krisztus kell. És igen, ez egy gyönyörű ajándék számunkra. De hát itt vagyok én az összetört szívemmel, az érzékes lelkemmel, amit úgy megaláztak. A világnak Krisztus kell, van folytatás, mert a világnak kell lesz te is. Én, kinek kellek én, senki nem vagyok, még a saját egyházamban is nyilvánosan lecikiznek. Mert Krisztushoz tartozó fejezi be a mondatot. És nem ott akkor, amikor ezt elmondta, hanem amikor olvasgattam később ezt a kis emléklapot, megvan a mai napig is, őrzöm az emlékeim közt. Annyi minden elveszett a sok költözés évtizedek során, de ez való megmaradt egy pár ilyen kedves kis emlékkel, ezzel az emléklappal is. Mert Krisztushoz tartozom. Igen, én nem azért kellek a világnak, mert én egy zseniális zenész vagyok, de ahogy is egy kis senki vagyok. Nálam 1000-10000-nél jobb zenészek, dalszerzők vannak ebbe az országba. Én azért kellek mégis a világnak, mert Krisztushoz tartozok. És akkor született ez az ének, amit aztán énekeltem nagy bőszem mindenfele, és próbáltam másokat erősíteni, és azért kimosódott belőlem azért ez a sebzettség, az az igazság, mert az Úr gyógyítja a sebeinket, vannak ilyenek, el kell fogadni, ez is hozzátartozik. A világnak Krisztus kell, ma is igaz. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell. De mégis fontos üzenet, és sokszor és sokfele énekeltük, bátorítottuk, biztottuk magunkat is, persze, meg hát a testvéreinket, a korosztályunkat, meg a nálunk fiatalabbakat, akik jöttek utána. Hát, még van néhány dal, körülbelül fogok beszélni. A könyvben sok minden megjelent, és örülök, hogy Józsi kérdezgetett, faggatott, de hát ezt így alakulnak a dolgok. Nehéz volt néha, talán még ez fontosabb, mint a könyvbe éreztem, hogy erről is fontos volt beszélni, és jó, hogy ő kérdezte. Az én 4 gyereket fölnevelve, én nagyon egy kis munkahelyi senki voltam, mert hát mindig biztattak a kollégáim a főnökeim, hogy látták, hogy egy rendes gyerek ez ilyen, őt nem lop, nem csal, nem hazudik, de hát születnek a gyerekei, biztos egy ilyen vallásos pasas, és ajánlgatták, hogy a lépjél be a pártba, akkor már lehetni, mit tudom én, itt meg ott csoport. Mondtam, hogy nem, ez nekem nem megy, mert hát én vallásos ember vagyok, aztán nem kell erről beszélni. És akkor már valahogy így elhűltek talán a dolgok, nem voltak annyira véres szájok se a környezetemben a vezetők. De hát nem volt könnyű, az az igazság, anyagilag nehéz volt sokszor. Júcsi otthon maradt, nekünk fontosabbak voltak a gyerekek, és hát amikor úgy alakultak a dolgok, akkor kihasználtuk az összes lehetőséget, hogy maradjon otthon, amíg lehet. Hát egymás után jöttek a gyerekek, aztán akkor volt nehezebb egy kicsit, amikor már a 4 nagy felnőtt, a Gábor az jóval később jött már, ő 89-ben rendszerváltásra született az 5. gyerekünk, akkor már ő 40 volt, én 40... Ja, értem, bocsánat, hogy már a rendszerváltáshoz közeledtünk, mikor Gábor született, ő volt nekünk a rendszerváltás. Jócsi már 40 volt, én 42. És egy ilyen késő ajándék, vagy 12 évvel a 4. gyerek után megajándékozott minket az Úr, de csodálatos ajándék volt. De közben azért kemény küzdelem volt. És mindig eszünkbe volt, hogy rábízzuk magunkat az Úrra. Én csak végezzem a szolgálatomat. Sokszor gondoltam, hogy hát abba hagyom és elmegyek valami GMK-ba, akkor voltak már ilyen lehetőségek, hogy plusz munkát vállal az ember. De mindig azt mondtam, hogy hát akkor nem tudom ezt a szolgálatot végezni valahol, nem fér össze a kettő, mert az elveszi a szabad időmet teljesen.
És akkor rábíztuk magunkat az Úrra, és mindig eszembe jutott nagymamának. És ilyen jó, hogy egy ilyen nagyanyám volt, meg édesanyám, akiknek ilyen komoly erősítők volt. Hát ők aztán még keményebb időszakban nevelték fel a gyerekeiket, hogy ez a bizonyos reménység, hogy ti keressétek az Isten országát, mondta nagymama, az ő igazságát, és minden mellé adatik, ő ebben a régies formával mondta. És igen, azt mondta, hogy a síróra majd ezt a követ, ezt, sírkőre ezt a vést tegyétek rá. És hát bizony, nagymama így élt, és ez volt. És ebbe ezt próbálta nekünk is átadni. És jóval később értettük csak meg nagymamának ezt az üzenetét. Kibírtak mindent, a világháborút, forradalmakat, kommunista diktatúrát és minden nyomorúságot, erkölcsi és emberi tragédiákat. És volt hitük, erejük az utánok jövő generációt menteni, a hitüket átadni neki. Így élni. És aztán mi is azt mondtuk, hogy rábízzuk az Úrra, ha akarja, hogy ezt csináljuk, akkor majd mindig megadja a lehetőségét, és ez így volt. És valahogy így született ez az ének, nézzétek az ég madarait. Ezt ráragasztottam a föltámadt Krisztusról szóló misztérium játékunk végére, a kristályóriásra, de ez nem tartozik direkt be hozzá, csak bátorító biztatás, mert sokan a hitüket feladták. A kis kenyérért, meg a jó kis állásért, a gyereknek a tanítatásáért, meg az egyetemi diplomáért. Nem szemrehányásként a régi generációnak, de sokan emiatt, az egzisztenciális lét miatt adták fel a hitüket. Én pedig úgy gondoltam, hogy bátorítsuk magunkat egymást, biztassuk, ne félj! Ége madarai, nézzétek az én virágai, csírökbe sosem gyűjtenek. Helyi atyám, mondasz a véget. Táplálják az ége madarai, mind öltöztetik. Thank you.
Mindig áttüzesedik a szívem, ha ezt énekeljük, mert átélem újra és újra azt a csodát, amit feleségemmel átéltünk. Ma vagyunk 49 éves házasok, jövőre ilyenkor már 50-ek leszünk. És köszönjük szépen! De hát igazából az Úr kegyelmének köszönjük szeretetének. Tényleg, hogy átküzdöttük magunkat ezeken az éveken, évtizedeken, és nem mindig megadta azt, hogy nem egy megalázó koldus szegénységbe kellett élni, hanem egy tisztes szegénységet éltünk meg, amiben mindig megvolt minden, ami fontos volt. És ez így volt szép és jó, adjunk hát az Úrnak. És elérkeztünk a rendszerváltásig, ugye, hát közben nem mesélek, a könyv arról szolgál, hogy ez mindent elmondja, leírja, sokkal többet is ennél. De olyan döbbenetes volt, hogy akkor életem teljében volt, és elindultunk Káposztásmegyeren, olyan káplánok voltak akkor ott, Jávorka Lajos atya, akivel lehetett protekciót kérni, hogy menjünk a püspök úrhoz, és akkor kérjük, hogy hozzon ide templomot. És hát aztán, hát akkor már nem volt ott, de elvitt minket ide. A Marosi Izidor püspökor volt akkor, ugye? Mi úgy hívtuk, hogy Nagymaros Izidor. Eljött Nagymarosra is, és hát igen, a nevéhez passzolt valahol ez. De szóval a lényeg az, hogy tényleg egy csoda volt, hogy az Tomka Feri atyák meg akartak vállalni valami templom, egy plébániai szolgálatot ott néhányan a Fokoláros atyák közül, és hát elindult valami, és akkor gőzerővel beleálltunk mi is ebbe. Olyan csoda volt, egy rendszerváltás nekünk nem egy politikai fordulat volt igazán, hanem hogy a hitünket most aztán úgy éljük meg, hogy harcoljunk azért, hogy megvalósuljon, hogy az egyház kapjon lehetőséget, ahol eddig nem lehetett. És akkor hát tényleg olyan jó volt. Püspök atya bátorított, biztatott, papokat adott, lehetőséget teremtett. Fantasztikus élmény volt. Mi pedig ugye életerős fiatalok voltunk akkor, hát mindent, ide nekem az oroszlánt is, és hát küzdöttünk, harcoltunk, sok mindent sikerült. Nem azért, mert olyan nagyszerűek voltunk, hanem mert volt hitünk, bíztunk az Úristen irgalmába, és a egyházi vezetőinknek elhittük azt, hogy érdemes csinálni, küzdeni. És egy gyönyörű közösség épült ott is azon a plébánián, akkor még mi Váci egyházmegyék voltak, aztán úgy elcsatoltak minket a főegyházmegyéhez. Tehát azért te is kettős életet éltél, hogy hol Váci, vagy hol főegyházmegye voltál, és Esztergomi Váci is. Hát valahol mi ezt sokan átéltük, nem püspökként, meg papként, de egy világiként is, és jó volt ez. Annyi testvér is, egyszerűen nagyszerű kapcsolat, annyi erőforrás, újabb és újabb szálak, és adjunk hát a Jóistennek. És hát jött valami lehetőség is, túllépni a határon, és akkor már bejártuk Magyarországot azért, de túlléphettünk, és akkor jött az a csoda, hogy én igazából addig nem nagyon, hát egyrészt volt négy, aztán jött, született az öreg gyerek, tehát én nem nagyon utazhattam. Nagyon Rómába is már csak úgy mentünk ki 10 évvel ezelőtt körülbelül, akkor voltunk 40 éves házasok. Ha most nem megyünk is, és akkor végül is összeálltunk egy néhányan a sógoraimmal, akkor is születésnaposak voltak, ami jól. De a lényeg az, hogy elkezdtünk utazgatni mi is. Hívtak is, meg jöttek is hozzánk ezek a drága erdélyiek. Felvidékre könnyű volt már kérjötni, de mindig könnyebb volt, de Erdélybe meg így a távoli részekre. És akkor jöttek hozzánk, mikor Ceausescut elintézték a barátai. Elég csúnya távozás volt, de hát magának köszönhette szegény. Talán még az Úr neki is irgalmazott, nem tudjuk. Ez az élet nagy titka, majd egyszer odállt, hogy szokták mondani bölcsatyák. Tisztán látunk, most még csak feltételezhetünk. De akkor született ez a dal, Száj dalom, száj. Elmentek ezek a drága kis erdély fiatalok, azt hiszem sokan átéltük abban a korosztályban. Olyan jó volt szeregetni őket, jöhettek végre, mi is mehettünk hozzájuk bátorítani, biztatni. És ezeknek az erdélyi fiataloknak, akiket mi ott a plébánián befogadtunk, vendégül láttunk, több napig itt voltak velünk, küldtem ezt a dalt. És aztán pont a pápa látogatás évben, 91-ben, mikor jött a Szent Atya hozzánk, akkor jött onnan Erdélyből az egyik atya, hogy nem mennénk ki, van egy Csitnek nevezett, ők is újraindítottak sok minden, ifjúsági találkozó. És én vittem ezt a dalt, mentünk ki a zenész csoportunkkal,
És ott akkor még nem volt ilyen gyönyörűen kiépítve a Csíksomlyói kegyhely, de volt valami kis dobogó, és hát tele volt a tér fiatalokkal, este volt már, késő este, zsúfolásig tele volt a templom tér, és ott énekeltük ezt, és érdekes volt, hogy a refrén már, az a több ezer fiatal, hogy jutott ki az a dal hozzájuk ilyen gyorsan, az élet ticska, de énekelték velünk. Azóta is bármerre járunk, határon túl, a bátorító biztatás, testvéri szeretet hangja. Mi talán gyöngy emberek vagyunk, a politikusaink is gyöngék sajnos, el kell fogadnunk, ők se csoda emberek, de Krisztus nem hagy el minket. Higgyünk és bízzunk benne. Valami ez volt ez a dal, szájdalom, vidd el a szeretet üzenet. Ó Istenünk, elételet hirdetünk, könyörgünk hozzád, téged kérő szívünk, áld meg a népünk, áld meg a nemzetünk. A nagy világon ne hívünk, sehol sincs helyünk, s mi egymástól is megtagadtuk itt, hogy boldogok legyünk. Szálljon, szállj, jöjj el kis halál, a tájunkotról, a hajviláig szállj, várunk is tartsd üdvőt, vigasztalj a szenvedőt. Beszélek néha, de hát bocsássatok meg, hogy öregszem, hogy inkább elfelejtem az időt figyelni, de hát lassan be kellene fejeznünk, viszont van még néhány dal, ezért nagyon rövid leszek. Az a könyv, ez sokak jeleztek vissza, hogy köszönik Jenő, hogy beszéltem erről, mert szennyes dolgokat is el kellett mondanom, amit korábban nem szívesen meséltem. A családunkban sajnos szentek voltak, édesanyám, nagymama, anyai nagymama, és voltak sajnos olyanok is, akik súlyos bűnöket követtek el. Nem szemrehányásként mondom ezt, csak el kell fogadni ilyen. Sajnos ezek is vannak, hozzátartozik az élethez, el kell fogadnunk, mégis, ahogy a Bibliában is, sokszor az Ószövetség
nagyon nehezen értelmezhető nekünk, akik nem vagyunk teológusok, de bizony csúnya dolgokat ír le, és mégis az Úr kitart mellettük, megbocsát, vezeti őket tovább. És valahol a mi családunk is így volt. Ezek a szennyes foltok ott vannak, tudomásul kell vennük. De nem baj, ha tudják a gyerekeim, az unokáim a múltat. Ami volt, igen, mert igaz az a tanítása Jézusnak, hogy aki áll, vigyázzon, el ne bukjék, de aki elbukott, ne féljen, mert az Úr irgalmából képes felállni, továbbvinni, és az Úr nem hagy el bennünket, mindig irgalmaz a megtérő bűnösnek. Igen, higgyünk benne, hogy a mi életünkben is ezek a csúnya valamik, amik ott voltak, ezek nem tudják tönkretenni az életünket. Az én életemet se tudták, sőt, talán így még szebb és gazdagabb lett az életem. Csodálatos feleséget adott nekem az Úr. Gyerekeimben látom azt, hogy csodálatos ajándék, amit belülük is visszakapok már most is. De nem nekem kell, és nem nekünk kell, feleségemmel nem így gondoljuk, hogy azért adtuk, hogy majd egyszer visszakapjuk, nem. Hálásak vagyunk az Úrnak, látjuk az ő kibontakozásukat, a szépségüket az unokákban is. Igen. Hát kínálom, majd itt mondta Réti Józsi, hogy itt lesz, és én szívesen dedikálom ezeket a könyveket, de talán hogy szóljon egy ének, ami nagyon fontos így a vége fele. És utána még lenne majd két ének, ami az 50. évben is születik, vagy 50 év, 60 évesen és 70 évesen írtam még néhány dalt, akkor is megadta az Úr ezt a kegyelmet. De szóljon ez a dal, amit Múlnak az évek címmel mindig elénekelünk, mert múlnak az évek. Néha nehéz elfogadni, hogy öregszem, és már nem tudom azt megtenni, amit ifjúkoromban, mert mekkora erő volt akkor még bennem, és még mindig csodálva nézem a gyerekeimet, ahogy küzdenek a mindennapokban. Gergő fiam az 5 gyerekkel, Júlcsi lányom, 2 kis örökbe fogadott drága kincse, akiket úgy mentett meg az Úristen, hogy innen is, onnan is jöttek egy református lelkészszázas pártól, egy katolikus szerzetes nővérek csoportjától. Van itt egy örökbefogadandó kisgyermek. Hallottuk, hogy a lányod súlyos beteg, és szívesen segítünk, hogy oda kerüljön hozzá. És érdekes volt az egyik pont, hogy nem cigány. Mondom, miért lenne baj, ha cigány lenne? Az élet nem így van mérté a mi családunkban. Az élet az gyönyörű, Isten ajándéka, és egy eldobott kis életről van szó. A lányomnak még nem lehet pár gyereke, akkor boldog lesz, hogy örökbe fogadhatja. Na, szóval ezek mind olyan történetek, ezek is ott vannak az életünkben, és hálát adunk az Úristennek, hogy szolgálhatunk. Talán majd egyszer így ment meg minket az Úr, hogy na, sok baj volt veled, de befogadtatok egy ilyen kicsi embert. Na, gyere! Kinyitom a mennyországot. Ki tudja, de jó tudni, hogy valakiken segíthetünk, menthetünk életet. Hát kívánom sokak számára, hogy így találják meg. Múlnak az évek. Ma már kevesebbet tudunk tenni, de mégis olyan jó, hogy ott vagyunk. Még mindig esténként átcipelem a hátamon a gitáromat a templomunkban, kápolnánkban nincs orgona. Én viszem majdnem minden este, oda tudom menni, ha csak a vérnyomásom nem nagyon megállít, hogy ne cipelj, de akkor megyünk és szolgálok. És olyan papom van, aki őrülnek, és mindig mondja, hogy Jenő, gyere, jó ez, és a testvérek is mondják, hogy olyan jó, ha hozod a gitárt, akkor ilyen zenés mise van, és akkor gitáros esti miséink van a kápolnában. De jó így, ott vannak az unokák. Sok mindent már nem tudunk, de sok mindent meg tudunk tenni. Nyitott az ajtó, mindig jöhetnek hozzánk, és tudunk, ha betegek, ha bármi van, ott landolhatnak. Szóval hiába múlnak az évek, nem ez számít, hanem hogy Isten országa épül-e köztünk, bennünk, a szívünkben. Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már, mert múl a hó, de tudjuk, hogy eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Doesn't mean
találkozunk és búcsúzunk. Két dal maradt hátra, ha jól számolom. Az egyik, úgy 60 év fölött érkeztem már szép lassan, és egyre többen nálunk, ugye Káposztásmegyeri templomba kiderült, hogy utólag alakították ki az urnatemetőt, mert nagyon nagy igény volt erre, és egyre többen ott nőtek fel, hát a kezdetektől, az első perctől ott voltunk, ahogy szokták mondani, mi érkeztünk előbb oda hívek, sok-sok ilyen család, mint mi voltunk. Aztán kaptuk a püspök atyától a papokat, Tomka Ferenc atyát, Jávor Kolos atyát, és hát én ott a kezdettől fogva zenélgettem, vittem a gitáromat, akkor már sokan ismertek, ugye egy ilyen országosan ismert gitáros zenész lettem én a katolikus egyház tagjai közt, nem csak a fiatalok, az idősebb generációnak is, de egyre inkább öregedtek ezek a velünk együtt oda került testvérek. És ott kezdetektől, hát mindenféle hagyományos énekek is voltak, több zongoratanárnőnk van, vannak orgonás miséink is, de mindig vannak, főleg hétköznap például szinte csak én tudok menni nyugdíjas emberként, és gitározok, énekelek, és hát a vasárnapi miséken is egy-egy alkalommal vannak, és sok minden más, imaórákon, szentségimádoson, ifjúsági programokon. Nagyon megy a gitárpengetés, hogy 100 fiatal tanítottam. És hogy öregszik a generációnk, döbbenetes volt először, amikor jöttek ezek a kérések, hogy Jenő, temetjük az édesanyámat, szeretném, ő is nagyon szerette a daladat, megteszed, hogy te játszol a gyászmisén. És a teme, hát mondom, igen, hát kerestem össze-vissza énekeket, nagyon szép tezei dalokat, gitárkísérettel szoktam énekelni. Voltak, de, és egy idő után kénytelen voltam megírni a Mennyország reményét, valaki kérte ezt, hogy egy gyászmisét írjak. És akkor mondtam, hogy én nem tudok gyászmisét írni, de a Mennyország reményét megpróbálom, és hát mi legyen, hogy legyen, zsoltárokat kezdtem olvasni. Én nem nagyon voltam korábban zsoltáros,
De annyira beleszerettem a zsoltárokba egymás után, és így egyik szebb zsoltár volt a másik. És én ezeket az ószövetségi zsoltárokat megpróbáltam, ihlettek engem a dalszerzésbe, a dalszövegírásba is. Megpróbáltam új szövetségi életemre fordítani egyik-másik zsoltárt. Nem mindegyiket tudnám megcsinálni, de több ilyen zsoltárból állt össze végül is ez az úgynevezett gyászmisének nevezett valami, amit én úgy neveztem el, hogy a mennyország reménye. És ebből az egyiket hagy énekeljem el. És olyan szép volt, amikor az egyik testvérünk készült a halálára. Júcsi sokszor beszélgetett vele, aztán kérte, hogy most már szeretne a szentségre felkészülni. Előre tudta, szinte megmondták neki, hogy mikor készüljen a távozásra, és üzent adtunk a Feri atyával, aki jönt hozzá rendezni a távozás előtti felkészülést. Azt üzent, hogy Feri, szeretném, ha Jenő énekelne a temetésemet. És hát majd elsírtam magam, és hát igen, hinnem kell abban, hogy azelőtt sose én. Voltak ilyen igények, ritkán volt, talán Deák Andrés barátomnál volt egy ilyen, hát akkor még nem voltak igazán, talán néhány éneket tudtam volna, csak ilyen tezéénekeket, de aztán ugye volt ilyen igény is, és akkor születtek. Nem a magam erhében való, hiszem, hogy a Szentlélek indítatására, hát fogadjátok szeretettel. Tegnap a Szent Ferenc kórházban voltam, hívtak a nővérek, hogy évek óta, hogy van ez a Szent Ferenc ünnep, akkor mindig, ahogy találnak papot, hát most egy héttel később volt szinte az emlékmiséjük, az ünnepségük, mert hát mostanra kaptak egy ferences atyát, aki fölment misézni az el. De hogy olyan jó bárhova meghívnak, elmegyek szolgálni, és mindig vannak ilyen énekek, amiket bármikor elő lehet venni, mert annyira felemeli az embert. Egy gyönyörű, a 25. zsoltárból született a szívembe, ez ihlette, mondom így inkább, ezt az éneket, benned bízom. És a saját sorsomban is érzem ezt, amikor ezt imádkozgatom, mindig megerősít. Amikor a kórházban imádkoztam meg, amikor a vérnyomásom a plafonon volt, mi lesz, megüt a guta megint, vagy talán az Úr megirgalmaz, akkor jó volt így imádkozni. Hogy ez egy szelidebb ének, ez már egy 60 éves ember alkotta. Ifjú koromban még olyan jó volt, a jó kis ordítós énekeket, ahogy a mai fiatalok is látom, és megértem, ők így dicsérik az Urat, így szép és így jó, hogy ők le tudnak borulni az Urat és imádkozni. Én is így voltam, amikor fiatal. Ma már csendesebben imádkozom, de talán az Úrnak így vagyok kedves most.
És akkor még egy 70 éves, a legutolsó énekemet megrövidítem most már, csak röviden mondom, hogy amikor jött aztán a lehetőség, hogy ugye pályáztattak, hogy írjon mindenki dalt, eurasztikus kongresszusra, újítsuk meg az ifjúsági énekeket is, meg minden műfajban az egyházzenében. Hát dalszerzők, meg a dalszövegírók dolgozzanak egy kicsit, imádkozzanak ki valamit. Én is akkor küzdöttem hetekig, hónapokig írtam a dalaimat, egy új misét, komplettet hozzávaló témákkal, felajánlás énekkel, áldoztatás énekkel, szentségimádás énekekkel, kivonulás énekkel, és kerestem a témákat, és összeállt. Káposztás megyere most már több mint egy éve énekeljük ezeket, és hát az egész templom olyan gyönyörűen imádkozik, csendesebb imádságok. Már egy 70 éves embernek az alkotása, de hát az egész közösség öregszik velem együtt, és amikor így az esti miséken ott éneklünk, egy olyan jó. Amikor ilyen nagyobb ünnepi mise van, mint például most Magyarok Nagyasszony, akkor elővettük a négyes misét. Az egy olyan zengő, az tényleg úgy, hú, uram! És akkor felkiáltunk az égig a Szent Vaggyal, meg a többi tétellel, mert ez így volt szép fiúkoromban, és látom, hogy most is olyan jó úgy énekelni. De a hétköznapokon, ezekben az egyszerűbb csendes miséken olyan jó leborulva imádkozni, dicsérni az Urat. És hát a kezembe került így talán, akkor már megvolt minden, elküldtem ezeket, és hát a felajánlás ének az nagyon tetszett, az díjazták, és örültem neki, énekeljük azóta, és fiatalok is szívesen fogadják, sokfele terjed már. Ez mindig így van, hogy ezek a gitáros énekek nem lehet kiadásban reklámozni. Igazából ahogy egyik fiatal viszi át a másiknak, egyik közösség a másiknak adja, bízom benne, hogyha jó énekek lesznek, Szentlélek ajándék, akkor ezek is elterjednek majd. Na és hát a kivonulási éneket nem tudtam, mit írjak, mit nem. És az egyik este, talán egy évvel ezelőtt volt ez, a 130. Zsoltár volt az esti szentmisében a Zsoltár. Talán egy hétköznapi mise volt. És akkor azt mondja a Béla atya, papam, mondtam, te melyik volt ez a Zsoltár? Azt mondja, a 130. azt mondja, ez a kedvenc Zsoltárom. És utána volt a születésnapja. És mondom, akkor meglepem ezt a Béla atyát, megcsinálom ezt, annyira tetszett a szöveg. Hát egy kicsit átformáltam, és mondom, így képzelném el ennek az új misémnek, ennek a 70 éves öreg úrnak az új miséjét, hogy egy kivonulás, ha én ott vagyok egy szentségimádás, ott töltök egy órát, egy fél órát az Úrra, egy szentmisén, ahol magamhoz veszem az Eucharisztiában Jézust, szívemet átjárja a teste és a vére, a Szentostjában benne van ugye mind a két, akkor nekem valahogy úgy kell kimennem este, mikor elindulok haza, hogy egy más ember vagyok, egy megszentelt ember vagyok, mert vele töltöttem. Szóval valahogy úgy próbáltam csavarni a szót magamnak, ezt az ősi Zsoltárt, ahogy lehetett úgy egy kivonulás énekre, és megszületett. És hát nagyon megszerettem, nagyon sokszor éneklem. Tegnap evvel búcsúztam el ott a Szent Ferenc kórházba, és a testvérektől nagy szeretettel fogadták, hogy így szeretnék mindig hazatérni, Uram. Benned bízom. Talán együtt fogjuk a befejezést énekelni. Áldásoddal indulok, Uram, Istenem, őrizd meg a lelkem a te békédben. Nincs nagyra vágyás a szívemben, sem kérkedés a tekintetemben. Nagy dolgok után nem töröm magam, sem erőm meghaladó csodák után, Uram, lecsendesítetted és megnyugtattad a lelkem, mint a kisgyermek anyja ölében, úgy pihent meg nálad a szívem, mostantól mindörökké bízom benned, Istenem. Bízom benned, Istenem, énekeld velem. Bízom benned, Istenem.
Na még egyszer. Bízom benned, Istenem. És most abba hagyjuk. Bízom benned. És ha föltekintenénk egy picit, és mondanánk, kitárva a szívünket, a kezünket talán nem kell. Istenem. Hát, bárcsak így mennék haza minden mise után. Köszönöm, Uram, hogy megírattam ezt. Talán egy kicsit átformáltam a Zsoltárt, jobban is vettek az eredeti szöveget, de hát így lett egy új szövetségi imádság. Köszönöm, atyák, és püspök atyák, megtisztelem. Köszönöm Réti Józsinak, hogy megjöttek. Köszönjük szépen. Az Úrnak jár a taps. Köszönjük szépen. Mikor papnövendék voltam az énektanárunk, a Tardy László karnagy úr volt, egy kiváló egyház zenész, nagyon szeretem és tisztelem őt, egy komoly zenész, és akkor egyszer egy énekkorán előkerült, hogy a klasszikus zene, meg a gregoriális, a gitáros zene, és volt egy-két kis paptársam, aki ott a nagyon harcolt, hogy a gregoriális, a drága jó karnagy úr azt mondta, hogy és szóba került te is. Azt mondta a karnagy úr nekünk, hogy ha a Jenő nem lett volna a 60-as, 70-es évek fordulóján, akkor az a korosztály, mint én vagyok, már nem lennék a templomban. Jenő több mint zenész, ő misszionárius. Úgyhogy ezt egy olyan egyházzenész mondta, aki a komoly zenében is komoly, és hogy téged is nagyon szeret és tisztel. És én is azt látom, hogy ti többek vagytok, mint zenészek. Hogy Isten dicsőítitek a saját életetek tanúságtételével, és ezt hát nem, én nem tudom megköszönni, mert csak egy nagyon kis ember vagyok, de hogy mindenki nevében egy nagy-nagy hála van a szívemben, hogy a Jóistennek engedelmeskedve, odafigyelve ezt a missziót, ezt a tanúságtétel kezdetektől mostanáig csináljátok. Ez egy óriási dolog. Szóval, hogy picit személyeskednem, pianista diák voltam 1982-ben, Lukács Laci bácsi, az igazgató Jenőjéket meghívta, aki listájó helyezottatta. Hát ez olyan esemény volt, mint olvastam egyszer, hogy a Beatles mikor Amerikába ment, akkor bezsongott mindenki, hogy mikor jönnek, és a reptéren 4000 fiatal, hát így volt, hogy Jenőjék jönnek. Hát ez egy legenda. Kis 16 éves gimnazista, és akkor előadtátok, hogy csodálatos volt, és utána még figyeltünk titeket, mit csinálni, most ebédelni, most kosárlabdázni, hol az autójuk, és oda. Olyan fantasztikus, szent legenda voltatok már akkor, nekem nagyon-nagyon szép élmény, és ahogy ezt mindig tetted, most is, nekem egy szépbe markolóan szép ez az egyház hűség. Ahogy beszélsz az egyházról, ami neked nagyon fontos, Máriáról, ezt a finomságot, ezt a tisztaságot, amit Mária idehozott, és amilyen szeretettel beszélsz a papjaikról, papokról, voltak kiváló nagyszerű papok, most is vannak. Magamon azt érzem, hogy nagyon gyengék vagyunk, meg gyarló. Szentek akarunk menni, de nagyon gyengék vagyunk, és te olyan szeretettel vagy felé. Aztán még azt látom benned, hogy egy döbbenetes alázaton benne gyerek. Tehát, hogy úgy tudsz játszani, énekelni, és úgy tudjátok ezt tenni, hogy ez egy szolgálat. És hát megadatott az életemben az ajándék, hogy mikor ugye még kamaszként ott volt a Nagymaroson, és néztünk titeket, meg hallgattunk a nagyokat, hogy aztán 2007-től bekerültem a nagymarosi szervező csapatba, és munkatársad lehettem.
és láttam, hogy te szolgálsz, te odaadod a szívedet, ez az alázat, ezt tanuljuk tőle. Köszönjük szépen! Szimbolikus ajándék, vörös bor, mert az jót tesz a vérnyomásra. Könyveket tessék megvenni.